vissza is tértünk, és itt van mellettem Hodazsán Dániel, illetve Bíró Tamás, e-sport fest szervező, illetve e-sport kommentátorokat köszönhetem itt a stúdióban. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Kezdjük a gyökereknél. Mi pontosan az az e-sport? Hogy mondtad ilyet? Bocsánat, hogy kezdjük a gyökereknél. Most mi azok mi vagyunk. Jó. Kezdjük a gyökereknél. Kezded? Hát az e-sport ugye az elektronikus és a sport szavak összevonásából keletkezett. Tulajdonképpen ugyanolyan fizikai és szellemi aktivitással járó sporttevékenység, mint a hagyományos sportok, viszont az elektronikus szintérbe zajlik. Majdnem ugyanolyan, bocsánat, majdnem ugyanolyan. Tehát hogy nyilván a fizikai, úgyis mindenkinek az első visszakérdés, hogy a fizikai majdnem ugyanolyan. Tehát hogy egyébként ugyanúgy a fizikai erőnlét egy-egy játékosnak, aki ezt profi szinten csinálja, azért, hogy mentálisan is fit tudjon lenni. De milyen fizikai erő? Tehát konkrétan a játékban nincs szüksége neki, hanem ti azért azt javasoljátok, hogy ugyanúgy edzen és legyen egészséges ahhoz, hogy x órát tudjon ülni. Ezek a játékosok igen, tehát akik profi szinten gyakorolnak, napi 8-10-12 órát a gép előtt ülnek, és azért az mentálisan nagyon megterhelő, hogyha annyi időt folyamatosan végig kell koncentrálnod, ugye? És ez csak egy átlagos gyakorlónap, ezt ők napi, tehát ezt ők a hét minden napján csinálják. Viszont ehhez nagyon komoly fizikai fitségkel, és a profi csapatoknál már kötelezően van fizikai edzés beiktatva a napi programba. Mikor azért, hogy... sportolók. Igen. Nem olyan mértékben nyilván, mint mondjuk egy profi focistánál, de hogy ugyanúgy megvan itt is a fizikai edzés. Magyarországon mióta van jelen az e-sport? Mikor kezdődött ennek a kultúrának a feltörekvése? Ami úgy komolyabb szerintem, tehát amikor komolyabban beszéltünk már e-sportról, 90-es évek vége, 2000-es évek le. Ugye a 2000-es években volt egy ilyen nagy előretörés, még Counter-Strike-os, Warcraft 3-as időkben, akkor volt több komoly nemzetközi szinten is elismert játékosunk, csapatunk. Aztán volt egy hanyatlás, ugye a 2000-es évek vége felé gazdasági válsággal kicsit ez is így háttérbe szorult, és szerintem az elmúlt ilyen 2-3 évben kezd el megint úgy fellendülni ez az egész itthon. Hogyan lehet valakiből e-sportoló? Tehát mi kell ahhoz, hogy mondjuk kijusson egy ilyen versenyre? Hát vannak olyan online versenyek, ahol igazából csak az eredmény függvénye, viszont ha valaki tényleg komolyabban szeretne ezzel foglalkozni, akkor érdemes ugye egy szervezetbe, egy csapatban űznie az e-sportolói tevékenységét, ahol, mint már mondtuk, a fizikai tréningek mellett azért nagyon sok mindent mögé tesznek a menedzsment tagjai a játékosoknak, tehát szponzorok, edzők és egyéb stábtagok segítik, hogy ők tényleg csak a játékra tudjanak koncentrálni. Aki nagybetűs e-sportolónak akarja vallani magát, és tényleg ezzel komolyan szeretne foglalkozni, az nem csak összeverődik a haverokkal és játszik. Úgy is le lehet jutni versenyre, tehát számos olyan online verseny van kisebb díjazásokkal, illetve kisebb volumenű versenyek, ahol ezt is meg lehet. A nagyobb kategóriához és nagyobb szinthez már érdemes egy szervezetnek a istáfolása. Tulajdonképpen akkor itt is vannak szurkolók, tehát beszélhetünk arról, hogy a legtöbben nézik azt, hogy valaki játszik egy számítógépes játékot? Nem a legtöbben, nagyon-nagyon sokan. Jaj, okay. Jó, tehát hogy tényleg... Hát még a sportokat azért nem. Igen, tehát alapvetően kétféle nézettségről beszélünk, ugye van az online nézettség, mert hogy ezeket interneten keresztül lehet követni, meg van a helyszíni nézettség. A helyszíni nézettség az nyilván a csarnok per stadion függő, ugye, a legnagyobb versenyeket már több tízezren megtöltik. De ilyenkor egy kivetítőn ki van vetítve, hogy lássák, vagy tényleg csak azt nézik, hogy ott ülnek ott az emberek? És... Úgy képzelem, mint egy boxgálát. Okay. Tehát ugye van középen a ring, ahol ott ülnek a játékosok, fölöttük van egy négy oldalra, tehát mind a négy oldalra felszerelt óriási kivetítő, és gyakorlatilag körbe, hogy ülnek a stadionban a játékosok, a négy óriás kivetítőn tudják követni, hogy mi zajlik a játékban. És megy a szurkolás, megy az üvöltözés, megy a dopping. Igen, és azért ez tényleg több tízezer embernél elég jó hangulat van ennek. És akkor nyilván ezek mellé meg jön az online nézettség, ott pedig milliókról beszélünk, inkább 10 milliókról. Csak egy gyors összehasonlítás, hogy a nyári egyik legnagyobb európai Counter-Strike versenyt pont ugyanott rendezik, ahol a kézilabda BL Final Four-t a Kölni Lanxess Arénába, és ugyanúgy telt házas, és ugyanúgy nem lehet rá jegyet kapni. Lassan kinővi magát előtte. Nagyobbá, mint egy fizikailag is sportos esemény. Mit gondoltok, hogy nem teszi az embereket függővé az e-sport?
Tehát van egy olyan egészséges határ, ahova ezt így be lehet szorítani? Meg kell különböztetni a hagyományos vagy casual játékosokat, meg az e-sportolókat, ugye? Az e-sportolók azért e-sportolók, mert ők ezt az egészet tudatosan csinálják. Van egy előre meghatározott rendszer, ami alapján ők minthogyha egy munkahelyre mennének, leülnek reggel játszani, vannak csapatmegbeszélések, mi a taktikai megbeszélések, utána training sessionök, tehát hogy utána még járt, vagy a hibákat elemzik, megvan ennek az egésznek a folyamata, tudatosan építik fel saját magukat. Annál szerintem sokkal nagyobb az esélye a függőség kialakulására, de ez is abszolút egyén, meg családi háttér, most nem fogok szociológiába belemenni. Tehát, hogy ez nagyon sok tényezőtől függ az, hogy mitől alakul ki valakinek a függőség. Szerintem, akire nincs otthon figyelve és egész nap csak játszik, az inkább ez az a vonal, ahol ez előfordulhat. Azt hiszem, az egész e-sportnak a lényege, meg a lelke az, hogy ti ezt kommentáljátok is közben. Ezt hol lehet látni, vagy hallani? A kommentálás alapvetően az online színtérben, streamek segítségével jut el a nézőkhöz, viszont számos helyszíni rendezvényen a helyszíni kommentátor hangját is hallják ugye a nézők, ezt az online színtérben pedig a gépek előtt több millióan követik. Mint minden információ, ez is a Facebookon terjed leginkább, minden, tehát nálunk például a Magyar Esport TV-nek ugyanúgy megvan a Facebook oldal, ahova kitesszük mindig az aktuális közvetítéseket, és csalogatjuk a nézőket, hogy minket válasszanak mondjuk a barátok közt helyet. Én egyébként bújtam a honlapotokat, és pont fent volt egy videó erről, ahogy valaki közvetítik, és közben beletem. És esküszöm, hogy én még élveztem is, tehát egy szót nem értettem az egészből, pont mondtam is Gerinek adás előtt, hogy próbáltam idézni, hogy milyen szavakat használtak, de hogy én tényleg tudtam élvezni, tehát ez gyakorlatilag már ott tart, mint egy foci közvetítés. Igen, és ugye itt talán vissza lehet egy kicsit térni ez az e-sport-sport párhuzamhoz, tehát hogy még hogyha nem, tehát nem is jár valóban akkor a fizikai terheléssel, nagyon sok olyan elemet visel az elektronikus sport, mint amit a hagyományos sportok, és akkor itt tényleg beszéltünk a teltházas mérkőzésekről, a szurkolókról, a hivatásos csapatokról, profi játékosokról, és persze a közvetítésekről is. A közvetítésnek egyik nagy előnye egyébként, hogy nagyon könnyen közvetíthetőek a játékok. Tehát mivel a játékosok mellett a közvetítők is felcsatlakoznak a szerverre, ahol a játék zajlik, a legapróbb történések sem maradnak észrevétlenül. Vannak olyan röntgen módok a közvetítés során, amikor ugye a kommentátorok látják, hogy a két ellenfél játékos találkozni fog, és ezáltal sokkal dinamikusabb és sokkal élvezhetőbb, egy kicsit olyan előre meghatározható a közvetítés, de ez ad az egésznek egy plusz élmény. Tényleg mindenhova be lehet nézni, a játékosokra is van kamera, a közönségre, de belül a játékba pedig szinte mindenre. Itt az e-sportnál is beszélhetünk klubcsapatokról, országos válogatottakról, vagy ez leginkább csak a rendes sportágaknak, mint például a foci, hoki, kosárlabda, ezekre jellemző? Van, ahol klubcsapatok, ez egyelőre most még a népszerűbb, hogy a legtöbb klubcsapatok, illetve nem is klubcsapatok, én inkább márkáknak mondanám őket, amik mögé szerveződnek különböző játékokra csapatok. De vannak olyan próbálkozások, már például Counter-Strike-ban talán 2 vagy 3 éve van már olyan, hogy országokból próbálnak összeállítani válogatottakat, és akkor nekik rendeznek egy olyan világbajnokságot, amit tényleg így országok között zajlik. Egyébként erre hogy lehet felkészülni egy ilyen versenyre? Ugyanígy vannak akár edzőtáborok, vagy van egy edző, aki instruálja, hogy most hogy mit merre kéne? Ez csapatfüggő. Van, ahol autodidakta módon az 5 játékos összeáll, és akkor ők elkezdenek valahogy edzeni, vagy valahogy felkészülni. A profi csapatoknál itt elég komoly edzői gárda segíti már őket, tehát tényleg az, aki a játékelemző, van, tehát hogy pszichológus, aki az egyénekkel foglalkozik, és akkor ő feltérképezi az egyes játékosoknak az erősségeit, hátrányait. És akkor abból nyilván meg lehet határozni, hogy például ki az, aki egy csapatvezető lehet. Egy nagyon komoly stáb áll már így a profi csapatok mögött. Köszönjük szépen, srácok, hogy ezeket így elmondtátok, viszont nem menjetek messzire, és ti se, kedves nézők, hiszen feltenném nektek a nap kérdését, hogy ti milyen számítógépes és online játékokkal szoktatok játszani? Gondolom a Counter-Strike nálatok alap. Igen. Én mivel közvetítem a Counter-Strike-ot, én játszom is vele, de nagyon sok olyan játék van, ami gyors és
könnyű szórakozást és kikapcsolódást igényel, és ez biztosítja. Például internetes kártyajátékok, például az egyik nagy játékgyártó Blizzard nemrég jött ki ezzel a Hearthstone nevű kártyajátékkal, amit hát milliók játszanak. Ennek a Hearthstone-nak van tábla játékos kiadása is, ha jól tudom, tehát nem csak online lehet játszani. Alapvetően online lehet, már vannak offline, tehát a virtuálistól eltérő próbálkozások, de alapvetően online szintérbe zajlik. Én láttam már a metrótól kezdve a villamoson játszani, láttam olyan gyereket, aki az apukájával megbeszélte éppen a napi küldetéseit Hearthstone-ból. Tehát... Ah, micsoda családi program. Vannak egyébként olyan, mondjuk egy focis játéknál, akikből úgy lesz focis játékos, hogy előtte tényleg valóban egy focis volt. Persze. Tehát, hogy ennyire beleszeret abba a sportba. Ha valaki szereti a focit, igen. Tehát én saját unoköcsémet tudom hozni példaként. Ő vidéken lakik, de egy vidéki kis csapatban játszik, 12 éves, most lesz 13, és amellett, hogy focizik, amellett egyébként, hogyha ott van, egy hétvégén van, nincs meccs, akkor simán leül az Xbox elé és fifázik. Hát számtalanszor látjuk, hogy például Cristiano Ronaldo is a csapattársaival nyomják a konzolon ezeket a játékokat, és egyébként sportágak között is mennek ezek. Nem is tudom, most volt nemrég egy olyan rendezvény, ahol Cseh Laci játszott a srácokkal, a Rainbow Six Siege versenyen Cseh Laci és Vastag Tomi is jelen volt. De akkor nem megy a rendes sportvégzésnek a rovására az, hogy ők játszanak? Hát ha profi játékosok lennének, akkor biztos, de számukra ez azért valószínűleg csak hobbi. Na nézzük, hogy milyen válaszokat adtatok ti nézők. Én már közben be is töltöttem a ti válaszaitokat. Zsolt írja, hogy sajnos semmivel, a régi játékokat már meguntam, vagy leálltak a szerverek. Manapság meg igen ritka a minőségi játék, ami megéri a pénzét. Ti is így gondoljátok? Azok a játékok, ugye most akkor főleg az e-sport játékokra gondolok, nekik az üzleti modelljük már alapvetően úgy, vagy abból áll, hogy ingyenesen letölthető játék, gyakorlatilag teljes funkcionalitással játszható ingyenesen. Az üzleti modell pedig, ami benne van, az, hogy különböző kiegészítőket, gondolok itt például arra, hogy egy karakter skineket, tehát ilyen különböző kinézetket lehet vásárolni, tényleg néhány euróért, és egyébként meg maga a játék ingyenesen játszható, és ezek a játékok szerintem megérnek egy próbát. Ez egyénfüggő, hogy kinek mi az, ami... Az ingyenes változat úgy néz ki, mint mi, az extra pedig úgy, mint a cosplayes csak. Ez a legnagyobb különbség, hogy játékbeli nem tudom, melyik az élvezhetőbb. Ez mindenki döntse. Tóth Roland pedig online nem játszik egy jó ideje, mert az emberek 90%-ának nincs normális sebességű internete, ezért laggol az egész és élvezhetetlenné válik, főleg a FIFA. Rémálom. Ez valós dolog, hogy már az embereknek nincs úgy internetük, hogy lehessen rajta futtatni? És nem is feltétlen internet, hanem bizonyos játékoknak már maga a gépigény, tehát az a hardware szükséges hozzá, ami nem egy egyszerű laptop, vagy egy egyszerű asztali gép. Igen, tehát gyorsabban fejlődik a játékipar, mint ahogy mondjuk a hardware ipar. És ugye például most a VR, ez a virtuális valóság dolog, ahogyha ez belendül a játékiparba, akkor utána nyilván majd a hardware-iparban is menni kell utána, hogyan tegyék kompatibilissá a kettőt. Szabolcs pedig írja, hogy a Rocket League-gel játszik, de sajnos függő vagyok már. Ez a Rocket League is egy egész érdekes kis játék, mert itt konkrétan focizni kell, de nem emberekkel, hanem ha jól tudom, autókkal. Igen, tehát ez az autós foci. Ami úgy... Mennek az autók és vagy lövik, vagy rúgjuk, vagy nem hát tudom, igen, tehát egy autóval kell menni, és így egy labdát kell lögdösni. Egyébként kijött már egy új játékmód, ahol nem focipálya van, hanem kosárlabdázni kell ugyanúgy autókkal. Úristen. És ebből is van e-sport? Hát ez most jött ki szerintem 2 hete. Szerveznek már belőle versenyeket, ebből a kosárlabdásból még nem, de ugye Rocket League-ből már vannak versenyek, amik rendes díjazásért és nagy közönség előtt zajlanak. Úgy, ahogy például a World of Tanks is ilyen, amivel Gyula is játszik, írta itt nekünk, hogy az a nagyon nagy kedvence, illetve League of Legends, Tomb Raider, Forsaken, Division, és még sorolhatnám a játékokat, hogy mivel játszanak a kedves tévénézők. Szerintem véget értem az imára. Búcsúzunk tőletek. Én azért azt üzenem azoknak, akik belátták, hogy ők valóban a játékfikok, hogy legalább felismerték, és most már lehet kezelni a helyzetet. Így.
jövünk csütörtökön, a magazin folytatjuk csütörtökön, mégpedig képzeljétek, anyák napi műsorra fogunk jelentkezni, és Lakatos Leventével fogjuk vezetni azt a műsort. Annyit elárulok. Igen, hát ez most nem feltétlenül a te témád lesz. Annyit elárulok, hogy versek is el fognak hangzani, amik a mi saját is anyukánynak szól. Úgyhogy csütörtökön találkozunk legközelebb, addig is még a Gazdaság TV híreit megláthatjátok, majd Kata könyves polcával folytatjuk. És érdemes a Fixet továbbra is nézni, hiszen este 7 órától jön Vendi a Restarttal, számos informatikai érdekességeket fog nektek elmondani, illetve ti is segítséget kérhettek tőle, ha akár elakadtatok az interneten, nem indul el egy program, vagy bajban vagytok a számítógéppel. Vagy nem indul el egy játék. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Marci, csütörtökön vár titeket. Sziasztok! Sziasztok!